Príjemné utorňajšie popoludne prajem z Molárejny z Dunajskej stredy z tlačovej konferencii futbalového klubu DAS 1904 Dunajská streda pred úvodným stretnutím tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy proti FC ŠB Bukurešť. Kelemeš, Kadilu, Tant, Kivánoko, Molárejn, Abol, Dunajskej, Dajrolo, Dočojtu, Tajko, Statuja, Pnéziky, Lőben a konferencia liga harmadik előselejtezőjének holnapi mérkőzése előtt a román FC ŠB ellen. Náš klub zastupujú hlavný tréner Adrián Gula a za mužstvo Joan Anzuana. Csapatunkat a vezetőedző Adrián Gula, illetve a játékos keretből Joan Anzuana képviselik. Na úvod poprosím hlavného trénera, aby nám povedal, aká je situácia v kádri a jeho očakávania pred zápasom. Dobrý deň. Tak samozrejme, tešíme sa na zápas. Hráme doma, kvalitný super, výborné počasie na futbal, tak... Verím, že sme kvalitne pripravení a je to pre nás veľká výzva v tomto zápase odovzdať všetky sily, odovzdať maximum a urobiť maximum pre náš klub, náš tím, naše mužstvo, urobiť maximum pre to, aby sme uhrali v prvom zápase kvalitný výsledok, ktorý nám dá šancu do toho dvojzápasu. Anyo, várjuk a holnapi mérkőzést, hazai pályán játszunk, rendkívül jó ellenféllel, nagyon jó időjárásban, úgyhogy bízom benne, hogy jó meccs lesz, hogy jól fel vagyunk készítve, és készen állunk arra, hogy megtegyünk a maximumot a klubért, a csapatért, az egész közegért, és bízom benne, hogy olyan eredményt érünk el az első mérkőzésen, ami esélyt ad nekünk arra, hogy az egész párharcot sikeresen vegyük. Joan, what are your expectations? Hello everybody. First of all, is the type of game that every player want to play and every team. So as the coach said to us, we fight all the season to have is this type of game. So the expectation, of course, when you are a player, you want to win. So we're gonna fight for this, and that's all. Tak prvom rade musím povedať, že je to typ zápasu, na ktorý sa každý hráč teší, ktorý chce každý hráč hrávať vo svojej kariére. Ako aj tréner to už minule povedal, celú minulú sezónu mužstvo bojovalo za to, aby sa dostalo do tej Európy. Sme tu, takže podľa toho vyzerajú aj naše očakávania. Samozrejme, každý futbalista ide do každého zápasu s túžbou vyhrať, tak verím, že určite za to zabojujeme, aby sme zajtra ten zápas vládli. Až už orban egy olyan mérkőzés áll előttünk, ami minden játékosnak az álma, hogy ilyen meccseken játszon, hogy az edző már korábban említette, hogy az egész előző szezon arról szólt, hogy azért harcoltunk, hogy kijussunk Európába, itt vagyunk, úgyhogy ehhez méltóak az elvárásaink is. Mindenképp győzni szeretnénk, minden focista minden meccsbe úgy megy, hogy győzni szeretne, és biztos vagyok benne, hogy harcolni fogunk azért, hogy sikerüljön. Nyek sa páči, teraz je priestor na otázky. Dobrý deň, Majo Tomčák, Markiza. Na pána trénera mám otázku. Pri všetkej úste doterajším superom aj v lige, aj v pohári, vnímaš to tak, že je teraz po tej futbalovej stránke proti vám najsilnejší protivník? Áno, však to dáva logiku tým, že postupujete ďalej, tak budete stretávať stále väčšie a väčšie výzvy. A od toho je šport, aby ste tie výzvy prijali a aby ste išli za nimi. Vnímame silu supera, určite nielen jeho históriu, ale aj súčasnosť. Takže majú svoju kvalitu, ale rozhoduje sa na ploche, rozhoduje sa na ihrisku a to je tá naša šanca urobiť maximum pre úspech. Máme šancu písať nejakú históriu spolu. Ja verím, že tento klub má svoju kvalitu a ukázal schopnosti, že dostal do druhého predkola, ale tento ďalší step je teraz pred nami a verím, že spolu budeme zajtra veľmi silní a urobíme maximum pre víťazstvo. Kérdés úgy hangzott, hogy a előző ellenfelekhez képest nyilván a legerősebb ellenfél vár minket. Válasz az volt, hogy ez természetesen ez logikus dolog, hiszen ahogy egyre tovább léptek a
a kupában egyre nagyobb a kihívás, egyre nehezebbek az ellenfelek, de pont erről szól a sport, hogy a kihívásokat elfogadni és szembe menni velük. Természetesen tudjuk, hogy kivel játszunk, ismerjük a csapat erősségeit, tudjuk a múltját, de a focit a pályán játsszák, bízom benne, hogy van esélyünk, hogy a pályán sikeresek legyünk ellenük. Még úgy is, hogy tudjuk, láttuk, hogy milyen minőséget képviselnek, és bízom abban is, hogy együtt erősebbek leszünk, és együtt közönséggel együtt a maximumot tudjuk nyújtani ezen a mérkőzésen. Mám ešte? Ešte by som mal jednu vec, naopak tá Dunajská Streda, do akej miery pracuješ s tým, že musíte mať asi vysoké sebavedomie. Darí sa vám v lige, aj tá fanúškovská podpora, ste strelecky podnetní, či aj toto zohráva, alebo bude zohrávať v tej príprave na zápas u teba nejakú úlohu? Tak je to v nejakom budovaní seba dôvery z dlhodobého pohľadu a je super, že ten zápas... Verím, že to je super, že vás zastihne vo forme, športovej forme a tu si treba na druhej strane ako športovec zvážiť. Keď tá športová forma je, tak prvý predpoklad je, aby ste si uvážili a druhý dôležitý moment je, aby ste vždy išli naplno. Vždy išli naplno a do každého jedného zápasu, tréningu dali 100% a tým pádom proste v tej, dá sa povedať, tej víťaznej euforii môžete ďalej pokračovať. Ja verím, že máme šancu na to, aby sme pokračovali ďalej aj v nasledovnom zápase. Takže ja sa teším na to, je pred nami ďalšia prekážka, veľmi zaujímavá, silná, určite výzva. No ale na druhej strane o tom to je, že v Európe proste chcete stretávať tú konfrontáciu, chcete mať tú konfrontáciu a bude veľmi podstatné pre nás, ako sa s tým vysporiadame, ako navnímame aj našich chlapcov z pohľadu nielen sebavedomia, ale aj potvrdenia toho sebavedomia priamo na ihrisku, aj v situáciách, ktoré sú v pozitívnom duchu, alebo aj v situáciách, keď náhodou ten super bude lepší v držaní lopty a ako budeme na to reagovať, ako budeme pracovať. U mňa je to väčšinou, teda veľakrát o práci, nech tomu to pracuje, tvrdo pracuje v obrane a v útoku a potom sa môže prejaviť kvalita aj u nás na jednotlivých postoch, takže to mužstvo má svoju silu, má veľkú silu v podpore, v podobe našich fanúšikov a verím, že tu budeme silní, jak som naznačil. Urobíme všetko preto, že sa budeme biť od prvej do poslednej minúty o víťazstvo. Kérdés arra irányult, hogy a csapatnak most utóbbi időben ugye jó eredményi vannak, ezzel növekedik a játékosok önbizalma, plusz itt van a szurkolók támogatása, tehát mennyire lehet erre építeni a mérkőzésen. Az edző válasza az volt, hogy a önbizalom építése egy hosszú távú folyamat, de remélem, hogy előnyünk lesz abból, hogy ilyen jó időszakunk van, egy jó formában van a csapat, jó fazonja van most a játékunknak, de ennek az egyik előfeltétele azt, hogy ezt, hogy megy a csapatnak, ezt elsősorban értékelnie kell a csapatnak, másrészt pedig minden egyes edzésen, minden egyes mérkőzésen 100%-ra kell menni, úgyhogy bízom benne, hogy ezt a győztes eufóriát, ezt meg tudjuk tartani, ezt a légkört, és bízom benne, hogy van esélyünk holnap is nyerni. Tudjuk, hogy nagy kihívás, nagyon erős ellenfél, de hát azért jutnak ki a csapatok Európába, hogy ilyen csapatokkal, ilyen ellenfelekkel mérkőzzenek. Nagyon lényeges lesz, hogy ezzel a jelenlegi helyzetünkkel, hogy tudunk a pályán, mit tudunk vele kezdeni a pályán, hogy amikor a mérkőzés jól megy, akkor ugye könnyebb az önbizalomra építeni, amikor megtörténhet, hogy például nagyobb lesz a labdatartás ellenfélnél, hogy erre hogy fogunk tudni reagálni. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy a munkában rejlik a titok, úgyhogy bízom benne, hogy azt az erőt, ami a csapatban van, ami ott van a csapatban, plusz a szurkolók támogatása, hogy ezzel együtt erősek tudunk lenni, és az elsőtől az utolsó percig teljes erővel verekedni, vagy harcolni fogunk a sikerért. A odo mňa posledná otázka, či ti niekto chýba zo zdravotných dôvodov na zajtrajší zápas? Ďakujem. Tak len z dlhodobo zranených alebo hráčov, ktorí boli aj pred ligovým zápasom mimo, to znamená Jani Han, ešte nie je top, aj keď už je blízko mužstvu, Akoš Sendrej, ale je super, že Erik už trénoval s mužstvom na predzápasovom tréningu. Takže
Len v tento moment títo dvaja chlapci, samozrejme, máme tréning za sebou, takže ešte to čeknú chalani, fyzio, ale verím, že všetci ostatní budú k dispozícii. Balič, samozrejme. Kérdés arra irányult, hogy milyen az egészségügyi állapot a csapatban. Hosszú távon azok, ugyanazok a játékosok hiányoznak, mint az utolsó liga bajnoki mérkőzés előtt. Hán Jani még nincs teljesen top formában, illetve még nem tud a csapattal edzeni, de már nagyon közel áll ahhoz, ugyanúgy Szendrei Ákos, aminek örülünk, hogy Eric Davis ma már a csapattal tudott edzeni, úgyhogy még a munkatársok majd a visszatérés után megnézik a srácokat, milyen állapotban vannak, és természetesen még ne felejtsük el Balicst, ő is hiányzik. Pán tréner, Steaua v súčasnosti, ani, povedzme si úprimne, ani zďaleka nepatrí medzi tie úplne najlepšie európske mužstva, ale píšia sa titulom, vyhrali Európsky pohár majstrov. Aké to bude ako pre teba, ako pre trénera, mať možnosť čeliť takémuto prestížnemu superovi? Tak ako hráči, tak ja sa na to teším. Je to, mám to šťastie, že sme v Európe a vybojovalo to mužstvo, klub, predchádzajúci tréneri. Takže ja si to vážim a teším sa na ten zápas. Zažil som v Európe. Ja som povedal chlapcom aj súperov, ktorí týždeň pred našim záujemným zápasom s Bilbaom rozbili Barcelonu 4-0 a potom sme s nimi vedeli hrať a dokonca sme ich vedeli aj poraziť. Takže to sú tie zápasy, pre ktoré robíte maximálnym úsilím a veríte, že zažijete také zápasy. Myslím si, že to môže byť jeden z nich a verím, že to je jeden z nich. Ale väčšia koncentrácia je na môj tím, na moje mužstvo, na náš spôsob, akým sa chceme prezentovať, ako chceme hrať, ako chceme pracovať, ako chceme tvrdo pracovať na to, aby sme najbližšiu prekážku, ktorá je pred nami, aby sme ju zvládli. A kérdés az ellenfélhez irányult, akik annak ellenére, hogy van egy BL serlegük, illetve a Beck trófeájuk, jelenleg nem tartoznak Európa legerősebb csapatai ellen, de attól függetlenül egy olyan klub, amelyik elérte az Európa csúcsát, illetve a maximumot, amit Európában el lehet érni, úgyhogy az edző ezt hogy tekint erre a mérkőzésre a saját pályafutása szempontjából. Válasz úgy hangzott, hogy ugyanúgy, mint a játékosok, én is nagyon örülök erre a mérkőzésre, nagyon várom, hogy pár lépünk ellenük. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan klubba jöttem, amelyik az előző szezonban kiharcolta a indulási jogot Európában, úgyhogy nagyon várom a mérkőzést. Volt már, mondtam a srácoknak is, volt már néhány európai kupamérkőzésem, például a Bilbaoval játszottunk, ugye Zsolnán, azzal a Bilbaoval, aki pár nappal azelőtt, hogy egymás ellen játszottunk, 4-0-ra verte a Barcelonát, ennek ellenére a kupa meccsen Zsolnán nyerni tudtunk ellenük, úgyhogy ezek azok a meccsek, amikért tulajdonképpen egész évben keményen dolgoztok, hogy előbb-utóbb ilyen szintre is eljussatok, és bízom benne, hogy ez a holnapi meccs is olyan lesz, amire tényleg méltóan vártunk, de ettől függetlenül, tehát tudjuk, kivel játszunk, ettől függetlenül az én figyelmem elsősorban, vagy főleg a saját csapatomra irányul arra, hogy hogyan dolgozunk, hogyan készüljünk, és bízom benne, hogy le tudjuk győzni ezt az akadályt. Potom by som sa spýtal, kľúčový tvorca hry Steaui Cordea dostal v poslednej minúte červenú kartu, to je hráč, ktorý tam v podstate vytvoril golovú šancu, získal penaltu. Aj v kontexte toho, aké ste mali zdravotné problémy a ťažkosti na ľavom kraji, ruku na srdce ti odlahlo, keď si videl, že tento hráč nebude k dispozícii? Ja to tak ako extrémne nevnímam, že proste jeden hráč, samozrejme je rozdielový, má kvalitu, ale že jeden hráč to môže celé zmeniť, ako jednoducho tak to je, berem to ako fakt. Z našej strany to ale znamená ešte väčšiu ostrosť, ešte väčšiu pozornosť, pretože v ofenzíve majú veľmi šikovných hráčov, individuálne, ktorí majú individuálnu kvalitu, chodia do driblingových vecí, do prienikových vecí, takže je fajn, ako je to ako fakt, že proste nemôže hrať jeden z tých kvalitných hráčov, ale to neznamená, že to mužstvo ako keby stratilo na síle, alebo že my by sme mali s koncentráciou niekde dozadu a práve naopak, o to väčšia motivácia, o to väčší hlad, o to väčšie odhodlanie, je o to väčšia chuť proste ukázať a prezentovať Dunajskú stredu.
kérdés úgy hangzott, hogy a Stevan, illetve a FZSB-nek az egyik kulcsjátékosa, aki az előző mérkőzésen a gól, tehát a 11-es kiharcolt gólpaszt adott, a utolsó percben piros lapot kapott, tehát nem játszott ellenünk, és mivel csapatunknál voltak azért kisebb-nagyobb problémák, hogy a védelem bal oldalán, hogy mennyire lélegzett fel az edző, hogy ez a srác nem fog játszani. Hát nem válasz az volt, hogy nem tekintek erre, hogy egy túl nagy segítség lenne ez nekünk, hiszen egy játékos, attól függetlenül, hogy egy nagyon jó játékos, egy kulcsjátékos, de hogy attól, hogy nem játszott, nem érzékelem úgy, hogy ez egy akkora nagy különbség lenne. Elfogadtuk ezt tényként, viszont ennél jobban oda kell figyelnünk, hiszen az ellenfélnél a támadó sorban nagyon jó játékosok vannak, akik egyénileg nagyon jól képzettek, szeretnek cselezni, szeretnek helyzeteket kidolgozni. Úgyhogy elfogadtuk úgy, hogy tényként, hogy egy jó játékos nem játszott, de ez nem jelenti azt, hogy gyengült volna az ellenfél, illetve számunkra ez még annál nagyobb motiváció, hogy jól prezentáljuk a saját klubunkat. Mi már zaujímalo, ako pán tréner, hodnotíš, alebo ako vnímaš mentálnu silu najbližšieho supera, pretože to určite nebolo jednoduché, keď oni vyhrávali 2-0, inkasovali 2 góly, to by mnohé mužstva položilo a oni sa znova dokázali vrátiť do toho stretnutia a streliť ďalšie 2 góly. Tak čo to svedčí o tom mužstve? Svedčí to, že majú kvalitné mužstvo. Ale keď ste v Európe a ste pritlačení do kúta, tak to je jedno, že či máte tú silu alebo nemáte, alebo nie, že jedno, ale tam, keď ste v kúte pritlačení a tam ukážete tú svoju kvalitu a oni boli totálne pritlačení do kúta a vsadili všetko na jednu kartu a ten zápas bol otvorený do poslednej minúty. Ten zápas bol ešte 85. minúte o gól a pri štandardke, pri situácii, ktorú mali Gruzinci, tak to mohlo dopadnúť aj do minimálne do predĺženia. Takže ukazuje to len ich silu, z môjho pohľadu ukazuje to, že na ten tým sa treba pripraviť, ale trošičku inak sa prezentuje pred vlastnými fanúšikmi v tejto sile, aj keď tam majú podporu významnejšiu ako vonku, a pre nás to znamená len, ešte raz opakujem, ešte väčšiu motiváciu, ešte väčšiu výzvu. Áno, keď dokázali postúpiť cez dobrý tým gruzínsky, tak ja si myslím, že máme minimálne takú kvalitu, ak majú Gruzinci, a budeme mať ešte väčšie odhodlanie, ešte väčšie súdržnosť, budeme ešte viac pri sebe a budeme robiť maximum zajtrajší deň, v zajtrajšom zápase preto, aby sme my boli úspešní, aby sme ukázali aj našu kvalitu, našu silu, naše odhodlanie. A kérdés úgy hangzott, hogy az első, illetve a visszavágó mérkőzésen egy hete a román csapat 2-0-ra vezetett, aztán az ellenfél kiegyenlített, és akkor meg tudta mutatni a mentális erejét az FCSB, és 4-2-re végül nyert, hogy mit igazol lesz, hogy mennyire erősek, ugye mentálisan ez volt a kérdés. Ugye ez azt igazolja, válasz az volt, hogy azt igazolja, hogy tényleg minőségi csapatról beszélünk, akkor amikor sarokba vattok szorítva, mérkőzésen akkor látszódik, hogy akkor lehet legjobban megmutatni a minőséget, és ők, ugye nem is volt más lehetőségük, de ugye mindent egy lapra tettek fel, és sikerült tovább jutniuk, bár a mérkőzés utolsó pillanatig nyitott volt, hiszen 85. percben még csak egy gólos volt a különbség, és a grúzoknak is volt egy jó lehetőségük akár hosszabbításba vinni a mérkőzést, úgyhogy ez mind azt igazolja, hogy jól kell felkészülnünk rájuk, de azt is láttuk, hogy a román csapat ugye máshogy reagál hazai pályán, ahol komoly támogatást kap a szurkolóitól, és máshogy működik, hogy máshogy reagál idegenben. Úgyhogy ez számunkra még nagyobb kihívás. És láttuk azt, hogy a grúzok ellen milyen gondokkal jutottak tovább, és úgy érezzük, hogy a grúz csapatnál grúz csapat, hogy képes körülbelül, vagy minimum olyan minőséget képviselünk mi is, úgyhogy bízom benne, hogy összetartva, erősen, közösen, harcosan holnap meg tudjuk mutatni a saját minőségünket és elszántságunkat. Pri tej príprave na zápas, ako veľkú rolu hrá to, že niektorí hráči budú pod hrozbou stopky? Spýtal by som sa teda konkrétne, na vašej strane sú to Kružlia a Blackman, tuším, že majú dve, ale na druhej strane aj ich dôležitý krídelník Popescu, že teoreticky
Tebe sa môže rozbiť obrana, ale v odvete oni môžu prísť o dôležitého útočníka. Ako vnímaš toto a či sa vôbec dá hráčov na toto nejak vopred pripraviť a nastaviť? Že? No, myslím si, že dá sa nastaviť tým, že nekalkulovať. Je to tento zápas, nekalkulovať, čo bude za týždeň, medzi tým hráme ešte ligový zápas. Tam sa môže zmeniť veľa vecí, takže pre mňa je podstatné na tento zápas k dispozícii. Je treba, aby išli naplno, aby nemali v hlave žiadny kalkuláciu, čo keď náhodou nie, proste dať do toho všetko a potom sa budeme baviť čo ďalej. Takže podľa mňa to je kľúč, aspoň v mojej hlave je taký kľúč, jednoducho tento zápas, maximálny fokus, nekalkulovať, že keby náhodou, čo by mohlo nastať za 2 týždne alebo za 10 dní, keď hráme, tak dá do toho všetko na tento zápas, ísť do každého súboja na 100% a nenechať sa vyprovokovať nejakou hlúposťou, pretože keď to je karta v rámci boja, v rámci toho, že dávate maximum pre mužstvo, tak je to šport, je to futbal. No, tuto sa to dá podľa mňa postražiť, čo sa týka tých emócií. Ja takže verím, že to chlapci zvládnu, majú za sebou veľa skúseností obidvaja. Je dôležité, aby išli na max a už hrali veľa zápasov s tým, že boli pod hrozbou nejakej takéto kartového trestu, takže ísť naplno zajtra. Keď je Antekoš na kružliak, na keš Blackman, na kvan, keď čárgol opieho ho mieg eďať kopokur, je to na mňa co to vysovágon, hudon jen hejzetbe ono z Ellenfield toho popesku, aký je tam do Antekoš. Tehát mennyire lehet a játékosokat felkészíteni arra, hogy odafigyeljenek arra, hogy ne kapjanak sárgalapot. Válasz az volt, hogy úgy lehet erre felkészíteni, hogy úgy lehet erre odafigyelni, hogy nem fogunk azon gondolkodni, hogy mi lesz egy hét múlva, vagy mi lesz a visszavágón, hiszen közben még van egy ligameccsünk is, bármi történhet. Úgyhogy teljes erővel kell menni a meccsbe. Nem spekulálni, nem kalkulálni, hogy mi lehet, mi lesz egy hét múlva. Én számomra ez a kulcs. Teljes odafigyelés, teljes koncentráció, minden egyes párhazba teljes erővel menni, és ami talán egyetlen módja, hogy nem szabad magukat hagyni, hogy kiprovokálja az ellenfél. A párharcok, a faulok után is árgalap az a focinak a része, de az emóciókat azért, az indulatokat, azokat meg lehet őrizni. Úgyhogy bízom benne, hogy megoldják a srácok. Két nagyon tapasztalt játékosról beszélünk, akik több ilyen meccset már játszottak, amikor ott lógott fölöttük, ugye a következő sárgalap veszélye. Úgyhogy számomra az a fontos, hogy maximumra menjenek. Ak berieme do úvahy ten odvetný zápas proti Sabutelu, tak Rumuni ukázali, že nielen po zemi hrajú, ale veľmi často to skúšali vzduchom. Lopty do 16-ky. Aká môže byť toto hrozba pre defenzívu DAC a zvlášť, teda možno pre niektorých nevysokých hráčov, alebo tak toto názvem? Taký sme, jednoducho do zajtra nenarastieme do výšky, ale môžeme narasť zajtra priamo v zápase tou zodpovednosťou, tým pokrytím hráčov a vieme, že tam aj fyzické parametre majú superoví hráči, hlavne pri štandardných situáciách, takže bavíme sa o tom, ako sa dá aj na takých hráčov hrať, akým spôsobom ich zastaviť v pohybe, zbrzdiť pri nábehových veciach. Verím, že si s tým zajtra poradíme. Eliminujeme ich silné stránky, ktorých samozrejme nie je málo, to vieme. Takže a udreme našimi stránkami, pretože aj pri štandardných situáciách, či v obrane, či v útoku, nevždy rozhoduje len výška, ale kvalita kopu, nábehu a samozrejme práci v tej defenzívnej činnosti. Bereme to do úvahy. Je to dôležitá zložka tiež pri tej skladačke. Neverím, že sa s tým vysporiadame. Sabutal ellen visszavágón a román csapat nem csak földön játszott, de sok magas labdát is küldött a 16-osba. Hogy lehet ezt kiküszöbben? Hogy milyen fegyverekkel lehet ez ellen harcolni, hisz van azért a dacban több alacsonyabb méretű játékos is. Hát igen, ilyenek vagyunk, úgyhogy holnapig biztos nem fogunk megnőni, viszont megnőhetünk azzal, hogy teljes odafigyeléssel fogunk reagálni minden egyes ilyen labdára, és
és lefedjük az ellenfél játékosait. Tudjuk, hogy a román csapat játékosai fizikálisan is erősek, úgyhogy ezért is a felkészülésben sokat beszélünk arról, hogy hogyan játszani ellenük, a pontrugásoknál, hogyan kivédekezni, hogyan eliminálni ezeket az erősségeiket, amiből sok van náluk, de tudjuk azt, hogy nekünk is vannak erősségeink, és szeretnénk ezeket pedig kihasználni. A pontrugásoknál nem csak vagy a hosszú labdáknál, magas labdáknál nem csak a magasság a fontos, hanem az is, hogy milyen minőséggel küldi a játékos a labdát előre, hogyan dolgozik a védő, úgyhogy ez egy nagyon lényeges része a felkészülésnek, és nagyon odafigyelünk erre, hogy jól, ebből a szempontból is jól felkészítsük a csapatot. Joana, by som sa spýtal, je pochopiteľné, že v kontexte tej súčasnej formy Nikolu Krstoviča sa obrana Stiavy bude zameriavať predovšetkým na neho, čo môže byť ale teda priestor pre Joana a ostatných hráčov, ako vníma on tú svoju pozíciu, že práve zajtra to môže byť, zajtra môže byť veľmi dôležitý hráč, ako je on. So we know that in current situation with the form of Nikola Krstovič, the focus of the defense will be more on him, so which can also lead to the more space or more possibilities for the players like you, the wingers and his teammates. So what do you think about it? That tomorrow it can be a game for players like you. I don't know. I don't know if their team will be more on Christo or not. But what is sure is that Christo in his good form, but since last season, since the end of the season, he's in top form and he's good for us. If the winger will have spaces, I think yes. I think yes, because it's a top opponent and top opponent want always to dominate the game. So we want also to dominate the game, but them also want to dominate the game, so it will be, I think, open game for me, so let's see tomorrow. Tak neviem, či bude super zameraný len na Krsta, ale vieme, že je v výbornej forme, nielen teraz, ale už od konca tej minulej sezóny, a to je super pre nás ako pre mužstvo. Určite, či bude miesto na krídle, uvidíme, ale myslím si, že áno. Je to veľmi silný súper, ktorý sa snaží v tých zápasoch dominovať, ale my sme podobne zamerané mužstvo, takže očakávam, že to bude otvorený zápas a že sa tie priestory na krídle pre nás otvoria. Kedy Šuťang zotoďa Krstovič remek formájo mellett. Valószínű, hogy a románok nagyobb figyelemmel lesznek majd iránta, ami viszont területet adhat a szélsőknek, illetve a többi csapattársának, például Joannak is, és a többieknek a holnapi meccsen is. Hát a válasz az volt, hogy nem tudom biztosra, hogy Krsto lesz illetve Krstovicsra fognak legjobban odafigyelni. Azt viszont tudjuk, hogy rendkívül jó formában van, és nem csak ebben az idényben, de már az előző idény végén is, ami nagyon jó számunkra, aminek nagyon örülünk. És hogy lesz-e hely a szélén, hát azt gondolom, hogy igen. Nagyon erős ellenfél, aki minden meccsen dominálni akar a játékban, de ez rólunk is igaz. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy nyitott mérkőzés lehet, és lehet területünk a széleken. Na Joana ešte, ako vníma on tú svoju súčasnú formu? Videli sme od neho, ak sa berieme, tak berieme do úvahy, tie teda priame podiely na goloch, asistenciu proti Cliftonville, ale odvtedy čakáme na niečo ďalšie, tak ako sa cíti a ako vníma on tie svoje výkony momentálne? The next question to you is how you see your current form, because we've seen you made an assist against Cliftonville, but since then we are waiting for some numbers from you. So how you see your current form? Yes, it's not easy for me in this time, but I'm a Jezel, you know, like I take time to come in, but when I will come in, I will be in good form, and I hope for me, and I hope for the team also. I'm there to help. But we are a team. It's not about one guy or two, three guys. The most important is the team is in good form, perform, take a result, and take points is the most important for the moment.
You are a what? Gaza? Okay. Tak nie, nie, toto obdobie pre mňa nie je úplne jednoduché. Som ako, rozumiem si, že ako benzín, ktorý vložíme do auta, potrebujem nejaký čas na to, aby som dosiahol to maximum. Ale nie je to o jednom alebo o dvoch hráčovi. Sme mužstvo, dôležité je vždy mužstvo, aby sme dosahovali výsledky a zbierali body. Kérdés Joáno zazvôl, to ľudia Clifton Vilelany, Mirko Zesen volt teď gólpasszade, azóta nem sikerült neki jelentősebben hozzájárulni a csapat eredményességehez, hogy értékeli a saját formáját. Válasz az volt, hogy igen, én is érzem, hogy nem a legjobb időszakom, de olyan vagyok, mint az üzemanyag, hogy kell egy kis idő, hogy maximumra tudjak teljesíteni. De ami a lényeges, hogy a csapat jól szerepeljen, nem egy-két játékos a fontos, hanem a csapat eredményei, hogy a csapat pontokat gyűjtsön és nyeri a meccseket. Posledný dotaz na Joana. Ten odvetný zápas proti Sabortalu sa niesol v znamení veľkých emócií. Ako sa v tomto smere pripravuje na to, že to nemusí byť len o futbale v konfrontácii s FCSB? Ďakujem. More emotion, I think yes, it's normal because we are in the level of the competition that we want to go through now because we are close to one objective of the club. The club never make it, and of course it's more emotional game. This is normal, but after on the pitch it's still a football game. Still a football game, no pressure to have, I think it's. It's not the first time some player play against better opponent also in our team. I mean, we have some player who play more hardest game. So no, we have the quality to go in front and put our football in place. So we are ready. We work good. We are ready to make this game tomorrow and to give our best. Tak myslím, že je to úplne normálne, že je tu viac, alebo bude viac emócií, keďže sme už na úrovni vysokej a je to už tretie predkolo a sme blízko toho cieľa, ktorý chce klub dosiahnuť, kde ešte nikdy nebol, tú skupinovú fázu. Takže určite tých emócií bude v zápase viac, ale na ihrisku je to vždy v prvom rade o futbale, takže bude to aj zajtra podľa mňa tak, pretože je tu viac takých hráčov, ktorí už hrali proti podobnému súperovi, aj väčšiemu súperovi. A takže určite to vnímame ako v prvom rade ako futbalový zápas a budeme sa snažiť ukázať náš futbal a ukázať, že sme pripravení odovzdať maximum na ihrisku. Román Csapat mutatí visszavágóján elég sok indulat volt, úgyhogy ilyen szempontból, hogy zajlik a felkészülés, illetve a Johan, hogy készül arra, hogy itt több indulat lehet a pályán, mint általában. A válasz az volt, hogy ez teljesen természetes dolog, hiszen olyan szintre értünk már itt a kupában, ami nagyon közel kerített minket a csoportkörhöz, ami a klubnak az egyik nagy célja, ahol még sose járt a dac. Úgyhogy érthető, hogy több az indulat, de pályán az mindig elsősorban a foci a lényeges, úgyhogy most is úgy gondoljuk, hogy ez így lesz. Ráadásul a csapatunkban van több olyan játékos, aki már játszott hasonló, vagy még nagyobb nevű, vagy kaliberű csapatok ellen, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy elsősorban arra fogunk figyelni, hogy a saját focinkat játsszuk, és holnap a teljes maximumot tudjuk nyújtani a pályán. Máme ešte otázky? Nemáme. Ďakujeme pekne. Vidíme sa zajtra. Köszönjük a figyelmet. Hajrá, Dac! Ďakujeme. Dovidenia.